Akadálymentesítés, mozgás, hallás és látás károsultak is igénybe tudják venni a megye 21 kormányablakának szolgáltatásait. 10 milliót takarítanak meg, Máté Szalkán két iskolában és egy óvodában végeztek energetikai korszerűsítést. Két keréken 200 millió forintból készült el a Nyírtelek külterületét Gyulatanyával összekötő kerékpárút. Pályázati támogatásból akadálymentesítették a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablakokat, hangzott el a megyei államigazgatási kollégium ülésén. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Ennek köszönhetően a mozgás, hallás és látás károsultak is igénybe tudják venni minden intézmény szolgáltatásait a megyében jelenleg 21 helyszínen. A kormány egyik legfontosabb társadalompolitikai célkitűzése volt a kormányablakok kialakítása, közölte Horváth Imre László, a kormányablakokért felelős helyettes államtitkárság osztályvezetője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium nyíregyházi ülésén. Ahhoz, hogy mindenki számára elérhető legyen a szolgáltatása, komplex akadálymentesítés is megvalósult az intézményeknél, így mozgás, hallás és látáskárosultak is könnyedén intézhetik ügyeiket. 590 millió forintunk állt rendelkezésre a kormányablak projektre, ami két részből tevődik össze. Ez egyik része Európai Uniós forrás, ez több mint 310 millió forint, ez az akadálymentesítési feladatokat szolgálta, és az ezt kiegészítő forrást pedig a magyar költségvetésből a kormány biztosította. A kormányablakainkból már csak a Záhonyi nem került átadást, és így 21 kormányablak áll a ügyfelek rendelkezésére. A kormányablakok kialakításánál fontos volt, hogy országosan egyforma arculatot kapjanak az intézmények, a duális feladat struktúrát pedig egységes, hivatali struktúrára váltsák. Az ügyfélszolgálat januártól már 625 ügykörben járhat el, ennek érdekében országszerte közel 7300 munkatárs szakirányú továbbképzésen vett részt. December 31-ig országszerte összesen 240 kormányablak működik majd, Nyíregyházán a tervek szerint a harmadik intézményt a vasútállomáson alakítják ki. Évente mintegy 10 millió forinttal kevesebb energiaköltséggel számol a Mátészalkai önkormányzat, miután három energetikai beruházásuk is befejeződött. Két iskolában és egy óvodában végezték el a korszerűsítési munkákat, a közlekedési infrastruktúrát pedig egy 102 férőhelyes parkoló kialakításával javították. A Mátészalkai Móricz Zsigmond magyar-angol két tannyelvű általános iskolába 364 tanuló jár. Az épület közel 30 éves, ezért időszerű volt a rekonstrukció. Szigetelték az épületet, valamint kicserélték a nyílászárókat. Csak ettől a beruházástól bruttó 3 millió forint éves megtakarítást vár a Mátészalkai önkormányzat. A szatmári városban befejeződött továbbá a 4 évszak óvoda energetikai korszerűsítése. Ezen az épületen a lapos tetőt is felújították, megszüntetve ezzel a korábbi beázásokat. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában szintén elvégezték a költséghatékonyságot célzó munkálatokat, ebbe az épületbe új eszközöket is beszereztek. 80%-os energia megtakarítást prognosztizálunk az elkövetkezendőkben évente. A kazáncserével, a napkollektorok beépítésével, illetve a hőszigeteléssel. És összesenben ez egy ilyen 4 milliós megtakarítást, ez azt jelenti, hogy a következő évtől 10 millió forinttal kevesebb energiaköltséggel kell a három épület felújítása kapcsán Mátészalk város önkormányzatának számolnia. A beruházások átadásán jelen volt Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ehhez hasonló beruházásokra a jövőben is érdemes pályázni. Az energetika az nagyon fontos most így a párizsi klímacsúcs után a Magyarország is vállalt olyan kvótákat, amelyek nem a betelepítésről, hanem az energiaszektorról szól, és csökkent ezeket a károsanyag kibocsátásokat, amelyek az ózont károsítják. Éppen ezért az energetika, a KEHOP pályázatok a jövőben prioritást fognak évezni a Széchenyi 2020 program keretében, úgyhogy innen üzenek minden vállalkozónak, önkormányzatnak, magánszemélynek, társaság tulajdonosoknak, hogy figyeljék a pályázatokat, azokat a lehetőséget, amelyek ezeknek a pénzeknek a lehívásához hozzájárulhatnak. Mátészalkán mindemellett a közlekedési infrastruktúrát is javították, egy 102 férőhelyes parkolót alakítottak ki a közfoglalkoztatási program keretében. A beruházás 60 millió forintba került.
Elkészült a Nyírtelek külterületét Gyulatanyával összekötő kerékpárút. A közel 200 millió forintból megvalósult beruházás annak a hálózatnak a része, amely Nyíregyházát köti majd össze Tokajjal. Utóbbi megépítését Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be novemberi nyíregyházi látogatása alkalmával. A helyi biciklisek az átadó rendezvényt követően ünnepélyes menettel vették használatba a Nyílterek külterületéről induló kerékpárutat. A Gyulatanyáig megépített, több mint 2,5 kilométeres rész a Nyíregyházát Tokajjal összekötő kerékpárút első lépésben elkészült 4 szakaszának egyike. Emellett Tiszanagyfalu, Rakamaz és Tokaj is megépített összesen 7 kilométernyi kerékpárutat. Ez egy közel 200 milliós beruházás, ami a Vasvári Pál utcától indul itt Nyírtelken, és egész Gyulatanyáig megy el. Tehát ez abból a szempontból is fontos, hogy nem csak egy közel 2,6 kilométeres kerékpárút, hanem egy külterületi részünket is összeköti Nyírtelekkel. Örömteli volt látni, hogy már az elkészülése kor, illetve az elkészülés előtt is nagyon sokan elkezdték használni, nagyon-nagyon örülnek neki. Ez több szempontból is fontos, bekapcsolódnak a város életébe, illetve balesetmentesen tudnak eljutni a retteget 38-as mellett a belterületi részekre. A polgármester hozzátette, Nyírtelek tervezi a további kerékpárutak fejlesztését. A következő lépésként a város belterületén a teljes 38-as főút melletti szakaszt építenék meg. A kerékpárutak több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak a térségben, mondta el Vinnai Győző, országgyűlési képviselő az átadó rendezvényen. Óriási jelentősége van ennek, három szempontból is. Az egyik az emberek biztonsága, hiszen a belterületen is megépül, akkor ez a forgalmas 38-as főút mentesül a kerékpárosoktól, és a kerékpárosok is mentesülnek a nagyobb járművektől. Tehát az emberek biztonsága nő. Második szempont a turizmus fejlődése szempontjából kiemelkedő, hiszen Nyíregyháza és Tokaj között nagyon sokan kerékpároznak hétvégeken, a család elmegy, körbejárja a különböző településeket, és mellette kulturális élményekkel távoznak. A harmadik pedig a környezetvédelmi szempont, hiszen mára a kerékpár az környezetvédelmi szimbólum lett, és tudnunk kell, hogy a földet, a bolygónkat csak úgy menthetjük meg, hogyha környezettudatos magatartást tanúsítunk. Vinnai Győző hozzátette, az egészséges életmódra és akár a munkahelyteremtésekre is kedvező hatással lehetnek a megépült és a jövőben megépülő kerékpárutak. Alaptalan vád érte a Jobbikot, ennek következményei lesznek, hangsúlyozta a párt regionális igazgatója nyíregyházi tájékoztatóján. Katona Péter szerint a miniszterelnök a parlamentben megalapozatlan kritikával illette a Jobbikot. Pontosan úgy fogalmazott, hogy tele van bűnözőkkel a Jobbik. Természetesen azért kértem én most sajtónyilvánosságot, hogy ezt azonnal megcáfoljam, sőt kikérjem magamnak, és kikérjem magunknak minden becsületes magyar embertársunk nevében, aki egyébként a Jobbik tagja is. És azt üzenem Orbán Viktornak, hogy talán jobb lenne a saját házatáján sepregetni, hiszen ha bűnözőket és korrupciós botrányokat akarunk keresni, akkor neki nem kell messzire mennie, elég csak szétnézni a saját pártársai között. Bemutatták a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle idei 4. számát. A kiadványról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Tiszai Nagy Menyhért 2012-ben elhunyt festőművész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az Élet képen és írásban című tárlat megnyitóján Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, Tiszai Nagy Menyhért festészete, képeinek témái az élet szépségét hirdetik. Felemás évet zár a nyírbátori asztali tenisz ese. A csapat tavasszal kiharcolta a bennmaradást az Extra Ligában, mivel azonban legjobbja Majoros Bence külföldre igazolt, visszalépett a legmagasabb osztálytól. Bemutatták a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle idei 4. számát. A kiadványt a folyóirat 50. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a főszerkesztő ajánlotta az olvasóközönségnek. Karádi Zsolt kiemelte, a megye önkormányzatának lapja elsősorban társadalomtudománnyal, irodalommal és művészettel foglalkozik, ám most új témák, többek között régészeti tanulmány is helyet kapott a szemlében.
tudományos folyóirathoz méltóan megírt cikkeket adnak közé minden Szabolcs-Szatmár-Beregi szemlében úgy, hogy olyan szerzőket mutat be eközben a folyóirat, akik szakmájuk jeles alkotói képviselői, hangsúlyozta a szemle főszerkesztője. Karádi Zsolt a folyóirat idei negyedik számát mutatta be a megyei és városi könyvtárban. Annyiban próbáltuk tematizálni, hogy a folyóirat jelen száma elején van néhány szöveg, néhány tanulmány, amely éppen az 50-es évforduló kapcsán szemletörténeti cikkeket tartalmaz. De nem csak a folyóirat korábbi számainak történetéről beszélünk, hanem úgy, mint az előző számokban is, közlünk interjúkat, közlünk szépirodalmi alkotásokat, közlünk történeti tanulmányokat, sőt, úgy gondolom, hogy ez a szám most rendkívül érdekesen alakult, mert közlünk régészeti tanulmányt is, és közlünk természetesen könyvrecenziókat olyan könyvekről, amelyek itt a megyében jelentek meg. A szemle idei negyedik számát a folyóirat 50. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség mutatták be. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a friss kiadvány átfogó képet ad az elmúlt évtizedekről, miközben új témákkal ismerteti olvasóit. Valószínűleg a történelmi érdeklődésemnek köszönhetően nagyon érdekes volt az Állami Egyházügyi Hivatal visel dolgairól szóló tanulmány, illetve egy recenzió, amely hát számomra különösképpen büszkeségek okozó középkori templomok útja legújabb kötetéről szólt, és hát nagyon méltató hangon szólt erről a kiadványról. Ez nekem igazán a szívem csücske, úgyhogy örömmel láttam a recenziót is a lapban. A jubileumi ünnepségen érdeklődők, szemleolvasók és a folyóiratban publikálók is részt vettek. A szemlét én már több mint 25 éve ismerem, forgatom, szakmámból adódóan is, mivel könyvtáros vagyok, és publikálok is a labba. Egy nagyon tartalmas, színvonalas folyóiratnak tartom ezt a lapot, és érdemes forgatni mindenkinek, ezt ajánlom. A Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle elérhető a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Tiszai Nagy Menyhért 2012-ben elhunyt festőművész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Az Élet képen és írásban című tárlat megnyitóján Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, Tiszai Nagy Menyhért festészete, képeinek témái az élet szépségét hirdetik. Tiszai Nagy Menyhért 1944. május 3-án született Zemplénagárdon. Többek között Királyhelmec, Nagykapos és Prága után került Kisgéresre, ahol református lelkészként és festőművészként tevékenykedett. Emlékezett a művészre Fejes Viktória. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, az író-költőként is ismert Tiszai Nagy Menyhért az 1990-es években szeretett bele a beregi vidékbe. Sokáig Aranyosapátiban élt és alkotott. Az Élet képen és írásban című nyíregyházi tárlat megnyitón Dani Attila, tárogató művész, valamint a Csaronda férfi kórus ismertette a művészt. Korábban még életében volt egy kiállítása itt a művelődési központban, ez körülbelül 10 éve volt, akkor is a Csaronda férfi kórus volt a vendég, és akkor egy nagyon jó barátja, aki sajnos már szintén nincs közöttünk, Király Béla Csaroda polgármestere volt, aki ezt megszervezte. Én akkor Csarodán dolgoztam, ott ismerkedtem meg Menyussal, mert én ugye csak így ismerem őt, és én úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne ezt a hagyományt folytatni, és amellett, hogy Vásárosnaményban, Beregdarócon, Csarodán van lényegében állandó kiállítása, szerettem volna, hogy ha újra itt Nyíregyházán legalább a 10 éves évfordulón, akkor újra el tudnánk hozni őt, és meg tudnánk mutatni őt a nagy közönségnek. A tárlat január 4-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ földszinti kiállító termében. Felemás évet zár a nyírbátori asztali tenisz ese. A csapat tavasszal kiharcolta a bennmaradást az Extra Ligában, mivel azonban legjobbja, Majoros Bence külföldre igazolt, visszalépett a legmagasabb osztálytól. Ősszel az NB1-ben egyelőre várakozás alatt szerepel az egyesület, amely októberben Pro Urbe díjban részesült az utánpótlás nevelésben végzett munkája elismeréseként.
Az év első felében még az Extraligában szerepelt a nyírbátori csapat, azaz az ország legjobbjai ellen állhattak asztalhoz a játékosok. A Majoros Bence és Varga Zoltán által vezérelt együttes meg is felelt az elvárásoknak, a 8. helyen végezve sorozatban harmadszor maradt bent a nyírbátori a legmagasabb osztályban. Az Extraligában biztos bemaradást tűztük ki célul, ez maradéktalanul teljesült, azon kívül az utánpótlás nevelésünk volt számunkra az elsődleges, és azt gondolom, hogy ezen a téren is előre tudtunk lépni, hiszen olyan eredményeket értünk el, ami azt gondolom, hogy reprezentálja a nyírbátori utánpótlás edzésközpont munkáját. Többek között gondolok itt Majoros Bence a ifjúsági magyar bajnokságon 3 számba indult, mind a 3-ba aranyéremmel zárta, de ezen kívül a Molnár Dávid, Tölgyes Dorottya, Tóth Gabi is nagyon szép eredményekkel kedveskedett a nyírbátori sportszeretőknek. Nyáron lezárult egy fejezet a csapat életében, Majoros Bence ugyanis fejlődés érdekében Németországba igazolt, így nevelő egyesületénél módosítani kellett a célokat. Mivel egy extra klasszis gyerekről van szó, nem is akartuk meggátolni, hogy ő elérje azt a pályát, amire úgy gondolom, hogy a tehetsége mindenképpen biztosítéka lehet. Ezért azt gondoltuk, hogy ha már ekkora ajánlatot kapott, hogy Németországba ki tud igazolni Európa egyik legjobb edzésközpontjába, akkor mindenképpen nekünk el kell engedjük a kezét, és útjára kell bocsájtsuk. És azt hiszem, hogy ezzel viszont már nem tudtunk megbirkózni az extraligás szereplést illetően, és inkább az a döntés született, hogy Varga Zolit és Majoros Bencét akkor elengedjük, és építkezünk újra egy másik generációból, és nagyon reméljük, hogy pár éven belül vissza fogunk tudni kerülni az extraligába. A nyírbátori Jasa egyelőre az utolsó, 10. helyen áll az NB1 keleti csoportjában. Tavasszal a közelmúltban igazolt Németh János segítségével léphet előre az együttes, amelynek a sportágért és a városért végzett tevékenységét október 23-án Pro Urbe díjjal ismerte el Nyírbátor önkormányzata. 8 iskola képviseletében több mint 100 fiatal mutatta be gyakorlatát a Torna Diák Olimpia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőjében. A Nyíregyházi Kertvárosi Általános Iskola csarnokában megrendezett eseményről a legjobbak a debreceni országos elődöntőbe jutottak tovább. A megyében a nyíregyházi ötvös gyakorló mellett a sportág másik fellegvárának számít a Kertvárosi Általános Iskola, amelynek csarnoka rendszeresen az otthon torna versenyeknek. Az első, második, harmadik és negyedik korcsoportos diákolimpia megyei döntőjében ezúttal a korábban megszokottnál kevesebb csapat képviselői mutatták be gyakorlataikat. A mezőny létszámban kisebb visszaesés mutatkozik az elmúlt évekhez viszonyítva. A legnagyobb létszámmal az ötvös gyakorló általános iskola képviselteti magát, de hát Kisvárdáról minden évben a Vári Emel általános iskola, illetve mi a kertvárosi általános iskolások is részt vesztünk fiú és lány csapattal. Több csapatot váltunk erre a döntőre, remélhetőleg a következő időszakban azért még több iskola fog majd részt venni. Mivel a torna a testnevelési órák egyik kötelező tananyaga, a megbízott elnök reményei szerint bővül majd a versenyzők létszáma, annak ellenére, hogy munka és eszközigényes sportágról van szó. Ha csak azt nézzük, egy dobbantó több mint 100 000 forint. Valóban eszközigényes, de a maga a torna alapanyag, alapanyag arról szól, amit az általánosiskolában is meg kell tanítani. Tehát ezt tovább finomítva tudunk eljutni országos szintig is. Én abban bízom, hogy minél több testnevelő kollega fog a jövőben a tornával is még kihatóbban foglalkozni. Az 5. és 6. korcsoport képviselői Kisvárdán mérték össze tudásukat. A legjobbak csak úgy, mint a nyíregyházi döntő továbbjutói, a debreceni országos elődöntőben, majd sikeres szereplés esetén a budapesti országos döntőben képviselik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Pályázati támogatásból akadálymentesítették a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablakokat, hangzott el a megyei államigazgatási kollégium ülésén. Ennek köszönhetően a mozgás, hallás és látás károsultak is igénybe tudják venni minden intézmény szolgáltatásait a megyében jelenleg 21 helyszínen.
Évente mintegy 10 millió forinttal kevesebb energiaköltséggel számol a mátészalkai önkormányzat, miután három energetikai beruházásuk is befejeződött. Két iskolában és egy óvodában végezték el a korszerűsítési munkákat, a közlekedési infrastruktúrát pedig egy 102 férőhelyes parkoló kialakításával javították. Elkészült a Nyírtelek külterületét Gyulatanyával összekötő kerékpárút. A közel 200 millió forintból megvalósult beruházás annak a hálózatnak a része, amely Nyíregyházát köti majd össze Tokajjal. A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtök estig a Kárpát-medence nagy része fölé többnyire nedves, a magasban enyhébb levegő érkezik. Túlnyomóan borult lesz az ég, párás a levegő, éjszaka köd is képződhet. Hónos eső, havazás egyaránt valószínű, reggelre általában mínusz 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, az esti óráktól köd is kialakulhat. Esőre szintén számítani lehet, változó irányú szél várható. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő egy hét során döntően anticiklon alakítja majd időjárásunkat, éjszakánként fagypont körül alakul a hőmérséklet. Délutánonként 1-7 fok lesz a jellemző, de pénteken, illetve szombaton néhol akár 9-10 fokot is mérhetnek. Hazánk nagy részén borult, párás időre van kilátás, helyenként tartós kötfoltokkal, itt-ott szitálással. Pénteken lehet nyugaton kisebb eső, északkeleten helyenként eső, havas eső vagy hó.